Kistelken is újra nyitottak a teraszok. A település több vendéglátósát kérdeztük arról, miket is tapasztaltak a nyitással. Kistelken is újra nyitottak a teraszok, ahol a tapasztalatok szerint a hétvége folyamán minden korosztály megfordult. A település több vendéglátósát kérdeztük arról, miket is tapasztaltak a nyitással. Nagyon vártuk, és jók a tapasztalataim. Hála Jóistennek már várták a kedves vendégek, hogy a fiataltól kezdve az idősebb korosztályig bezárólag mindenki várta már nyitást, persze azért mindenki óvatos még egy picit. Hála Jóistennek kezd beindulni, hát még két nap telt el, de hála Jóistennek már azért pozitívok a tapasztalatok. Szeretnénk újra nyitni a hátsó teraszunkat, itt ebédelni lehet a vendégeinknek, elől pedig kávézni lehet a vendégeinknek, szeretettel várunk mindenkit. A héten a menü mellé egy kávét adunk ajándékba a vendégeinknek. Igyekszünk betartani a járványügyi szabályokat, ugye a fertőtlenítés, az asztalok fertőtlenítését, és a maszkhasználat, meg az egyéb dolgokat, ami így kötelezően elő vannak írva. Nagyon nehéz fél éven vagyunk túl, de a nyitás vártnál jobban sikerült, és reméljük, hogy így is folytatódik. A járványügyi intézkedéseket fokozottan figyelve és betartva biztosítja a jövőben is a vendégek számára a biztonságos vendéglátást minden üzemeltető. A másfél métert asztalonként azért próbáljuk betartani. Vendégektől maszkhasználatot persze az asztalnál nem kell hordani, csak hogy elhagyják az asztalt. Kézfertőtlenítőt helyeztünk, és ugye a maszk használatra is odafigyelünk. A nehéz időszak ellenére az alkalmazottak számát nem kellett csökkenteni, így ugyanaz a csapat várhatja a kisteleki vendégeket. Hál' Istennek a főnök asszonyunk mindenkit megtartott, senkit nem küldött el, úgyhogy teljes létszámon működik továbbra is a csapatunk. Egy munkatársunk ment el a recepcióson, megkapott egy kedvezőbb állást, de ugyanúgy folytatjuk a munkát tovább. Hát ez a fél év elég nehezen telt, de szerencsére az ételkiszállításunk működhetett továbbra is, így ennek köszönhetően sikerült megtartani az alkalmazottainkat, és hát továbbra is a teljes csapat várja sok szeretettel a vendégeinket. Kistelekvárosi önkormányzat egy magánkezdeményezés támogatására COVID-19 szűrővizsgálatoknak biztosít helyet. Erről kérdeztük Domonics Jánost, Kistelek alpolgármesterét. Egy magánkezdeményezésnek köszönhetően COVID-szűrővizsgálatokat biztosít a Kistelekvárosi önkormányzat. Erről kérdezem a város alpolgármesterét, Domonics Jánost. Köszöntöm Önt. Mit tudhatunk erről, hogyan is jött ez a lehetőség Kistelek számára? Én is köszöntöm a Kistelek tévénézőit. Javában zajlik a COVID-oltás Kisteleken is. Én magam is a mai reggel kaptam meg az első oltásomat, és az önkormányzat is nagyon fontosnak tartja azt, hogy az oltások előtt vizsgáltassuk meg magunkat. Két oka van neki. Az egyik az, hogy megtudjuk azt, hogy átestünk-e már valaha ezen a betegségen, vagy most esetleg azok vagyunk. Egyik esetben sem szerencsés az oltást rögtön felvenni, és az önkormányzat ezért vállalta magára a magánkezdeményezés megsegítését, hogy biztosítsuk azoknak a lakosoknak a számára a lehetőséget, akik ugyanígy gondolkodnak, fontosnak érzik az egészségüket, és oltás előtt el tudják végeztetni ezt a két külön szűrővizsgálatot. Két külön szűrővizsgálatról beszélünk. Az első az azt mutatja meg, hogy átestünk-e már ezen a betegségen, és védettek vagyunk-e, van-e ellenanyag a szervezetünkben. A másik pedig az, hogy most jelenleg COVID-vírus fertőzésünk van-e. Fontos az, hogy ezek a tesztek önköltségesek, tehát fizetni kell értük. Ezt nem az önkormányzatnak fizetik az emberek, hanem a szervezőknek. Mi, mint önkormányzat, a helyet adjuk ehhez a szűrővizsgálathoz, amit a jövő hét folyamán, hétfőn, szerdán és pénteken délután fogunk tudni megszervezni. Ez azt jelenti, hogy délután 3-tól 6-ig egy előzetes regisztráció után bárki, aki kíváncsi arra, hogy átesette már, vagy éppen most fertőzötte, el tudja végeztetni ezeket a szűrővizsgálatokat ezekkel a szakemberekkel. Tehát mindenképpen nagyon fontos kiemelni, hogy ezeket a szűrővizsgálatokat egy olyan csapat végzi, akiknek megfelelő jogosultságuk van arra, hogy teszteket vegyenek és ki is értékeljék azokat. A vizsgálatok délután 3 és 6 óra között zajlanak. Ez azt jelenti, hogy aki éppen dolgozik is, még munka után is el tud menni
Én magam is elvégeztettem ezt a vizsgálatot a mai oltásom előtt, mert tudni szerettem volna, hogy nem véletlenül beteg vagyok most, és arra az orvosok nem javasolják az oltást akkor. Kérték a szervezők, ami még nagyon fontos, hogy aki bármilyen tünetet érez, észlel magán, vagy beteg, az ne menjen el erre a szűrésre, akkor a házi orvosát keresse fel, és az ottani protokoll szerint fogják majd őt tesztelni és irányítani. Hogyha valaki részt szeretne venni ezen a szűrővizsgálaton, hogyan is jelentkezhet, vagy regisztrálhat erre? Igen, van egy kapcsolattartónk az önkormányzatnál, akinek a telefonszámát közzétettük a Facebook oldalunkon is, és most a Kistelek TV nézői is látni fogják ezt a mobil számot. Ezen a számon 8-tól 4-ig lehet hívni a kolléganőt, aki el fog kérni alapadatokat a regisztrációhoz, és ha véletlenül nem veszi föl, természetesen vissza is hívja az érdeklődőket. Ha nagy érdeklődés lesz esetleg, akkor még az a lehetőségünk is fennáll, hogy még egy héttel meghosszabbítjuk ezt a szűrővizsgálati akciónkat. A Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat új vezetőjét kérdeztük jövőbeli terveiről. Új vezetőt kapott a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Rácz Zoltáni Bukaranitát kérdezzük erről. Először is köszöntelek, mit is tudhatunk erről, hogyan is lettél te a központ vezetője? Ugye a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény vezetője hosszú éveken át, több mint 41 éven át dolgozott Piacsakné Kurucsai Erzsébet az intézménynél, és ő most nyugdíjba vonult, így az ő állás helyére került ki kiírásra pályázat, és ezt a pályázatot sikeresen tudtam megírni, illetve sikeres lett a pályázaton benyújtása. Így lettem most akkor ennek az intézménynek a vezetője. Mit is tudhatunk erről az intézményről, beszéljünk róla egy kicsit részletesebben, mi is történik itt pontosan. Ugye maga az intézmény az nem csak Kisteleken, hanem a Kistelekjárás területén is ellátja a feladatokat. A szociális ellátásnak különböző formái az, amiket mi így az intézmény keretein belül képviselünk. Vannak olyan ellátási formák, amelyeket a járás valamennyi településén, és vannak olyanok, amiket bizonyos településeken tudunk biztosítani, de ami mindenhol megjelenik az a gyermekjóléti szolgálat, minden településünkre kiterjed a támogató szolgálat, ami fogyatékkal élők embereket segít meg, illetve valamennyi településen megjelenik a házi gondozás, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Ezen túl ugye Kisteleken a Tisza utca 1 szám alatt található a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat nagyobb intézménye. Itt van egy átmeneti ellátást nyújtó rész, ahol 20 férőhelyet tudunk biztosítani időseknek helyet, abban az esetben, hogyha tényleg már a család nem tud otthon gondoskodni az idős hozzátartozójukról, viszont segítséget jelent számukra, hogy átmeneti jelleggel, ugye itt nálunk egy maximum 2 évig tartózkodhat egy idős, és akkor utána egy tartós bentlakásos intézménybe tudjuk tovább juttatni, hogy az életét ott tudja tovább folytatni, de ez az átmeneti intézményünk, ez most még működik, és fel is van töltve a férőhelyeink, de hogyha erre van igény, akkor természetesen kérelmet be lehet nyújtani, és szívesen várjuk ezeket a kérelmeket a továbbiakban is. Maga az intézményről azt lehet még tudni, hogy körülbelül most 52 fővel dolgozik az intézményünk, nem csak akkor Kisteleken, hanem tényleg a járás többi településén. Maga a szociális ellátás így a COVID kapcsán is folyamatosan kell, hogy ellássa a feladatait. Mind a gondozónők, mind a családsegítők folyamatosan kapcsolatban állnak, a családokkal végzik a feladataikat, illetve járási feladatot lát még el, hogy a Család és Gyermekjóléti Központ, amely továbbra is azokkal a családokkal dolgozik, akiknél valamilyen hatósági intézkedés már sor került, és ezeket a családokat és gyerekeket támogatja. Mik a terveid így a jövőre nézve?
Most már azért lassan 5 hónapja, hogy elkezdtem itt az átmeneti időszakban is, amíg az előző intézményvezetőnek a felmentési ideje volt, akkor már én láttam el a megbízott intézményvezetői feladatokat. Tehát azért elég egy jó pár hónap már itt van a hátam mögött, ami alatt kipróbálhattam, meg megnézhettem, hogy mik azok a azok az ellátási formák, és mik azok a területek, ahol tudnánk még fejleszteni, vagy segíteni. Egyrészt azért, hogy az itt dolgozók is minél jobban szeressenek itt dolgozni, és ezáltal minél hatékonyabb legyen az ő munkavégzésük, így minél elégedettebbek legyenek az ellátottak. Nyilván ez a jelenlegi vírus helyzet azért sok tervünket most még kicsit korlátozza. Nyilván az a cél, hogy az átmeneti rész esetén, ahol nagyon sok időssel van kapcsolatunk, szeretnénk így a generációk közötti együttműködést erősíteni majd, azáltal, hogyha végre nem leszünk lezárva, és látogatható lesz az intézmény, akkor tényleg különböző korú gyerekeket tudjunk az idősekhez közelíteni, közös programokat tudjunk szervezni számukra. A mentálhigiénés csoport azon van, hogy most ebben a bezárt helyzetben is minél színesebb napokat tudjanak biztosítani az időseknek, de nagy szükségük lenne már arra, hogy tényleg új arcokat és főként gyerekekkel is találkozhassanak, tehát ez mindenképpen egy fontos feladat. Az a célunk, hogy az itt dolgozók, ugye majd 95%-a szakképzett, de azt gondolom, hogy fontos, hogy folyamatosan fejlődjünk, mind a személyiségünket fejlesszük, mind a tudásunkat, ezért a képzéseken való részvételt mindenképpen támogatni fogom. Erre már most vannak is lehetőségek, úgyhogy ezeket próbáljuk kihasználni. Nagy nehézséget jelentett, hogy a támogató szolgálatnál meglévő gépjárművünk az már nagyon sok kilométer tudhat maga mögött, viszont nagyon örülünk, hiszen egy sikeres támautós pályázatnak köszönhetően már megkaptuk az értesítést arra vonatkozóan, hogy a támogató szolgálat gépjárművét le tudjuk cserélni, egy új autóval fogjuk tudni biztosítani azokat a szállításokat, amiket tényleg fogyatékkal élő gyerekeknek, meg személyeknek tudunk biztosítani. Bízunk abba, hogy ha az iskolák újra elindulnak, akkor a gyerekeket is újra tudjuk szállítani majd mind az általános, illetve középiskolákba is. Azt gondolom, hogy szeretnénk egy nagyon szép környezetet kialakítani, ebben az önkormányzat eddig is segítette az intézményt, és szeretnénk a továbbiakban is a segítségüket kérni, hogy tényleg egy családias, de nagyon hangulatos, és jó benyomást keltsen mindenki számára, aki ide jön az intézménybe, hogy jó itt lenni, és ha mi így érezzük, akkor nyilván az itt lakó idősek is, illetve az ide segítségért forduló személyek is ezt fogják érezni. A Kárpátia Kincsesház idén online formában rendezi meg a közösségek hetét. Susánszky Benjamin rendezvényszervezőt kérdeztük a heti programokról. Május 10 és 16-a között a Kárpátia Kincsesház online formában rendezi meg a közösségek hetét online programokkal. Erről kérdezzük a Kárpátia Kincsesház rendezvényszervezőjét, Susánszky Benjamint. Köszöntelek! Hogyan is fog ez zajlani, és mit tudhatunk erről a hétre? Mennyiben lesz másabb így online formában? Köszöntök minden kedves TV nézőt, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszámolhatok erről. Ez a rendezvény sorozat, ez egy egész héten át fog tartani, egészen pontosan május 10-től 16-ig, ez hétfőtől vasárnapig tartó programsorozat. Nagyon sok színes programmal készülünk, mind a Kárpátia Kincsesház, mind pedig a Kisteleki Edekönyvtár dolgozói részéről. Ha megpróbáljuk behatárolni azt, hogy mit is jelent az, hogy közösségek hete, vagy mit is jelent az, hogy közösség. Igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek valahol valamilyen titokzatosan szeretik egymást, vagyis barátok. Közösségek hete. Mint ahogy a nevében is benne van a közösségek hete, a településünkről, a közösségeinkről, értékeinkről szól. Idén ez egy picit máshogy alakul, ugye a járványhelyzet sok mindent átír az életünkben, és ez kihatott erre is. Ma már
meggyőződve mondhatom azt, hogy mindenki életében egyébként az online tér, mint fogalom elég aktív része lett, és ennek tükrében próbáltuk megszervezni ezt az egész rendezvénysorozatot, hogy online elérhető legyen mindenki számára, akár Facebookon, akár a honlapon, bármilyen formában meg tudják ezt nézni a kedves résztvevők. Milyen programok várhatóak ezen a közösségi héten? Számos színes programmal készülünk a héten. Hétfőn megnézhetik, illetve tölthetnek ki egyfajta kvízt a kedves érdeklődők. A Kisteleki Vicsai Múzeum megújult pompájában várja majd a látogatókat, és ehhez kapcsolódóan fognak a feladatok is kiírásra történni. Ezeket a kvízeket a www.kistelek.hu/múzeum oldalon nézhetik meg, és tölthetik ki az érdeklődők. Mik lesznek ezek a programok? Mely napon? Mivel várjátok a látogatókat? Kedden és csütörtökön totóval várjuk. Ezeket a totókat egyébként gyermekeknek és szülőknek, felnőtteknek is egyaránt ajánljuk, hiszen ezeket a feladatokat úgy állítottuk össze, hogy mindenki számára megoldhatóak legyenek. Ezek a feladatok a Városi Könyvtár honlapján, oldalán, Facebook oldalán lesznek elérhetők, ott tudják ezeket kitölteni és elküldeni nekünk értékelésre. Szerdán egy meglepetés verssel készülünk. Pénteken, ahogyan már említettem, megújult a Vicsai Lajos Múzeum Kisteleken belül, pénteken pedig kívül is meg fog újulni. Az udvarára virágültetést, fásítást szervezünk, hogy az udvar is teljes pompájába várhassa a látogatókat. Szombaton egy digitális képzőművészeti kiállításon vehetnek részt, vasárnap pedig egy családi sétára hívjuk a kedves látogatókat. Ennek az a lényege, hogy a város nevezetes épületeit, tereit meglátogassák, elsétáljanak oda, esetleg egy közös fotót is készítsenek, és ezt eljuttassák szintén nekünk a karpatia.kincsesházkukac@gmail.com e-mail címre, vagy a könyvtár honlapjára. Hogyan is zajlott ennek a hétnek a szervezése? Beszéljünk erről egy kicsit. Maga a szervezés több hétre nyúlik vissza, hiszen az akkori járványügyi szabályokat vettük figyelembe, és próbáltunk azoknak eleget téve rendezvényt szervezni, hiszen most már azért így a járvány vége feléhez közeledve mondhatom azt, hogy minden ember egyre inkább közösségbe vágyik és ki szeretne menni, de be kell tartanunk azokat a szabályokat, azokat az intézkedéseket, amiket kérnek tőlünk. Ennek tettünk mi is eleget, és emiatt szerveztük meg online térben ezt az Egész Közösségek Hete című rendezvényt. Maga a rendezvény szervezésében Ágó Rita és dr. Nagy Netta kolléganőm is aktívan részt vett, valamint aki ezt az egészet megálmodta és kigondolta, az Erdélyi Csilla könyvtárvezető volt. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak ezeknek a kollégáimnak, akik ennek a lebonyolításában is nagyon sokat segítettek, valamint szeretnék köszönetet mondani a Kisteleki Városi Televízió munkatársainak, hogy mindig számíthattam rájuk, bármilyen óhaj, sóhaj, bánat, panasszal fordultam hozzájuk, ők készségesen segítettek nekem. Köszönöm szépen! Kezdetét veszi a központi szúnyoggyérítés. A Csongrád-Csenád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság közleményét hallhatják. Kezdetét veszi az idei központi szúnyoggyérítés. Első lépésként Csongrád-Csenád megyében a Tisza déli szakaszán és a Maros hullámterében, illetve a Szolnok környéki vizekben kerül sor szúnyoglárva gyérítésre. Az eljárás során repülőről biológiai készítményt permeteznek 3000 hektárnyi vízfelületre ott, ahol sok szúnyoglárva fejlődik. Idén is a katasztrófavédelem irányítja az országos szúnyoggyérítést. A katasztrófavédelem megbízott szakértői folyamatosan nyomon követik a szúnyoglárvák fejlődését, így biztosítható az időben történő beavatkozás. A hideg tavasz miatt csak néhány helyen indult meg a lárvák fejlődése, ezekben a vizekben kell elkezdeni a biológiai szúnyoggyérítést.
A biológiai szúnyoggyérítés során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, így a nem vérszívó szúnyogokra is ártalmatlan. A szakértők folyamatosan nyomon követik a lárvák megjelenését és fejlődésüket, ez alapján határozzák meg a területet és a kezelés időpontját. A hőmérséklet, a csapadék és a folyók áradásának eltérései miatt a biológiai módszer alkalmazásának időpontja helyenként eltérő. A következő hetekben várhatóan a Tisza további szakaszain, a Tiszatónál, a Balatonnál és a Velencei tónál lehet a lárvák tömeges megjelenésére számítani, itt készülnek biológiai kezeléseket végezni. Hatékony biológiai gyérítést csak a szúnyogok tenyészőhelyeinek pontos ismeretében lehet végezni. Éppen ezért indította el tavaly a katasztrófavédelem azt a 3 éves programot, amely a tenyészőhelyek feltérképezésére irányul. A szakértők részletesen feltérképezik azokat a területeket, ahol évről évre sok szúnyog fejlődik ki. A részletes térképek birtokában a biológiai gyérítések részarányát, valamint a kezelések hatékonyságát is jelentősen növelni lehet. A korszerű térinformatikai adatbázis elkészítéséhez drónokat is bevetnek. Mi magunk is sokat tehetünk azért, hogy kevesebb szúnyoggal találkozzunk idén. Azok a kerti tárgyak, amelyben összegyűlhet az esővíz, kiválóan alkalmasak a szúnyoglárvák fejlődéséhez. Egy vízzel teli virágcserében, gumiabroncsban, madáritatóban akár 1000 lárva is kifejlődhet. Érdemes ezeket néhány naponta kiüríteni, az esővíz gyűjtő hordókat pedig szúnyoghálóval lefedni. A Nemzeti Népegészségügyi Központ plakáton mutatja meg, hogyan védekezhetünk otthon a szúnyogok ellen.